A mezei futóverseny megyei diákolimpiai döntőjén a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola tanulói közül a második korcsoportos 3.-4. osztályos fiúk szerepeltek a legjobban, hiszen első helyezést értek el a kategóriában. Így tovább jutottak a döntőbe. A gyerekeknek 2 kilométert kellett teljesíteniük. Mivel most megnyerték ugye ezt a megyei versenyt, ezért ők most az országosan is részt fognak venni, ami tavasszal lesz Gödöllőn. Úgyhogy hát az arra való felkészítést is majd el fogjuk kezdeni velük időben, hogy ott is jó eredményt érjünk el. Ezek a gyerekek mind nagyon keményen sportolnak az iskolán kívül is. Vannak karatésok, jéghokisunk is van, úszók, úgyhogy van, aki többet is egyszerre, atlétizálnak is, úgyhogy ők nem csak az iskolai testnevelés oktatásban vesznek részt, hanem aktívan sportolnak szinte minden nap. A versenyre azokat a gyerekeket választották ki, akik a legjobban teljesítettek az egyes felmérőkön. Az atlétika témakör, ugye ilyen, ez mindig ősszel és tavasszal mérjük a gyerekeket, és ugye minden osztályban megvan, hogy mit kell felmérni. Tehát a hosszú távot is mérnek az adott testnevelő, úgyhogy mi tudjuk azért, hogy melyik gyerek hogy teljesít, pluszban még felmértük őket mi is külön. Ebben a korosztályban több gyereket összehívtunk, futtattuk őket hosszú távon, és ugye az alapján a legjobbak kerültek be ebbe a csoportba. Matejcsek Vajk egyszerre 2 sportegyesület tagja, ugyanis szabad idejében sakkozik és kosarazik. Igazából jó volt. Úgy voltam vele, hogy futok. 1,5 kilométernél kezdett el nagyon fájni az oldalam. Szólt az oldalam, de utána úgy voltam vele, hogy futok. Ez a sport felszabadít, és leköti az energiáimat. Vörös Botond 9 éves, komoly tervei vannak a jövőre nézve, szeretne focista vagy karatemester lenni. Jó volt, és jó, mert szeretek versenyezni. Egészséges maradt tőle az ember, meg átmozgatja a testet. Ennek az 5 fiúnak ez nem volt újdonság, mert ők rendszeresen versenyeznek ugye a saját sportágukban, úgyhogy hát egyrészt egy kihívás. Én azt gondolom, hogy ez az önbizalmukat is növeli nagyban, hát, és persze hát sikerélmény, tehát ők nagyon jól élték ezt meg, már a versenyt is nagyon várták, és ők az a fajta gyerekek, akik szeretik magukat megmérettetni. A pedagógus úgy látja, napjainkban meghatározó szerepe van a mindennapos testnevelés óráknak. Mivel ugye most bevezették ezt a heti 5 testnevelést, tehát nyilván fontos, mert a mai gyerekek egyrészt nagyon nagy a mozgásigényük, másrészt pedig azt érzem, hogy ahogy a mi korosztályunk még ugye annak idején nagyon sokat voltunk kint, mi ugye szabadban játszottunk, megtanultunk fára mászni, megtanultunk elesni, megtanultunk nagyon sok mindent, ugye amikor végeztünk a leckével, nekünk nem az volt az első kérdésünk, hogy anya, akkor most telefonozhatok, hanem az, hogy anya, kimehetek-e játszani. Tehát ezáltal mi azért, a mi generációnk megtanult egyfajta természetes mozgásformákat, amik a mai gyerekekből már sajnos nagyon sok esetben hiányoznak, és ezért nagyon jó például az alsós testnevelés, ahol rengeteg időt tudunk erre fordítani. Tehát például a plusz testnevelés keretein belül a játékosság került az eltérbe, tehát mi képességfejlesztéssel és játékokkal foglalkozunk szinte minden plusz testnevelés során. Ugye a törzsanyaggal a heti 3 órán, de ott is szerencsénkre az első 2 évfolyamon már nagyon sok, nagyon játékos, tehát ezek a játékosságok, és bizony ezeket a természetes mozgásformákat sokszor, tehát hogy nagyon sokat kusszanak, másszanak, megtanulják esni, mert sajnos már ez is sok esetben problémát okoz. Hát ezeket helyezi most előtérbe, úgyhogy rengeteg az ilyen akadálypályás, képességfejlesztős, koordinációfejlesztős, vagy képességfejlesztős feladat nekik, amit hát nyilván fejleszti azért őket.